Bassz meg! Üdvözlök mindenkit ebben a tenyészünk a tilavaitokkal videónak első részében. Amit még nem tudom, hogy fog elsülni, és hogy jó lesz-e így, vagy változtatok el, mindegy. Ilyen első neki indulásnak végül is most jó lesz ez. És meglepően sokan küldtetek jelentkezést, ugye? Összesen 42 jött be, azt hiszem. És hát kevesebbre számítottam igazából. Úgyhogy egy olyan megoldást találtam ki, hogy random számokat fog generálni. Megadtam a generálónak, hogy 1-től 42-ig adjon meg számokat, azt kikeresem az űrlapok között, hogy az éppen melyik ember. És akkor úgy fogom kiválasztani a tenyésztést, és ez még így hozzá, hogy a közösségi oldal, amit megosztottam, végül azt szavaztátok meg, hogy 10 emberrel 2-3-szor tenyészek. Gondolom, hogy minél többen benne lehessetek, és végül is tök logikus, de azért hagytam, hogy kiválasszátok. Úgyhogy, ja, kezdjünk is bele, mielőtt még nem tudom, hogy ki mikor rakta föl a lovakat, de minél előbb elkezdem, annál jobb és biztosabb, hogy... annál biztosabb, hogy meg lesznek a lovak. Szóval, kezdem is az első emberünkkel. Nos, akkor itt is vagyunk. A tenyésztésben szabadítottam fel néhány helyet, hogy legyen elég a paciknak. És akkor mindjárt ki is sorsolom, hogy ki legyen az első. Meg is van Pudding, lova, Shadow, aki egy Perlino paci. Azt hiszem ő lesz az. Bár aztán a fenet, nem tudom, az a baj, hogy most így nem ugrik be. Elméletileg ennek kéne lennie. Ja igen, a hosszú sörény. Hosszú sörény. Lennél az? Szerintem ő lesz az. Akkor viszont... basszus, pont Rúni nincs itt. Pepepepepe, akkor Zsinettel fogunk tenyészteni. Húzni. Remélem, hogy ő az. Legalábbis ő egy Shadow, ugye? Szerintem már jó sokat tenyésztettek. Legközelebb azt mindenképpen le kell írnom, megmondanom, hogy tenyésztés előtt egy órával tegyétek fel, vagy egy 6 órával, hogy ne használják el a lovakat, ugye? De akkor veled fogok most tenyészteni 2-3-szor, megnézzük, hogy ad-e valamilyen szép pacit, még akkor is, hogyha kicsi az esélye, hogy szűjjön csikó, akkor is megcsinálom. Tényleg remélem, hogy ez az a Shadow. Aztán majd kiderül. Igen. Nem baj. 2400 répa. Ha! Érünk. Érünk, Shadow! Ó, hát Ginez genetikája egy kicsit erőteljesebb volt most. Ez nem jó. President. Presidente. Pedig amúgy... azt szerintem ez még megsincsen ez az embléma. Az a baj, hogy nem tudom megtartani, mert rosszos látja. És sajnálom, de el kell küldenem. És akkor még egy utoljára. Most érzékelte? Igen, most érzékelte. Rendben. És... nem jött jobb oldalon. Ez répa. Hát ez nem jó. Hát igen, sajnos erre majd figyelni kell a következő résznél, hogy nehogy elhasználják előlem a lovakat. Na jó, van, nézzük a következő ember. Horse, oké, 0-1. A lovacskája a Siri. És egy pej paci. Azt hiszem, lesz a pej.
És akkor... mondjuk nem tudom melyik, szerintem a sima pej. Kontrollos volt. Hosszú sirény, hosszú farok. Na nézzük, itt is van! Jaj, de szép vagy! Na. Egész jó a statja is, úgyhogy... szerintem... ah. Kivel kéne? Szerintem csináljuk. 110. Gyerünk Santigóval, nézzük meg, mi lesz Santigóval. Úgyis már rég használtam. Na? Ó, hoppá! Hoppá! Mi? Száz... oh! Az igen! Ne szó, instantba felnevezzük. Elnevezzük. Nem nevezem picsunak! Álljál már le ezzel, légy szíves! Elnevezem. Úristen, Leonard, legyen, legyen a neve akkor Pityu. Igen! Édes Istenem. Remélem Pityu jó. Úgyhogy... nem is annyira, nem vészes egyáltalán. Ebből lehet dolgozni. Úgyhogy... Pityu. Na jó, nézzük még. Viszont... elnézzük meg itt Santigóval, végül ismertem. Nézzük. Kiri. Befagytál? Valószínű befagyott a játék. De most már jól működik. Gyerünk! Gyerünk! Még egy ilyen jót! Csak most valamelyik ötök sörényét örökölje. Ah. Ó, jaj, ez nem lesz jó. Aja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 j
nem vagy jó. Sajnos. És még egyszer nézzük. Siri, az utolsó lehetőséget, hogy használod ki, elveszed a kék kapszulát, vagy a pirosat. Dönthetsz. És elvette a... Melyik volt a jó kapszula? Nem nincs. Aj, baszki. Ah, ez a rossz kapszula. Áh, igen. A színe szép, mint hogy ezt szín kombinációt, fehér sörény, ezzel az alappal szeretem, de mivel Gemini már az a tökéletes ilyen lovam, úgyhogy na jó van, köszönjük szépen Sirinek és Gazajának, Horstoké 01-nek, úgyhogy menjünk a következő emberre. A következő emberünk és lova Ketty 66. És lova, Mozaik, aki egy harisnyás megypej. Azt hiszem... Nem. Úristen, ez melyik? Nem. Szerintem ő lesz az. És akkor hosszú-hosszú. És ha a mozaikot keresünk... Nem. Nem talált. De ő sem lesz az. Szerintem ez lesz az. Igen. Nem is néz ki ez olyan rosszul. Igen, szerintem ő lesz az. És akkor... Kontrollos vagy szantigóval már tenyésztettünk. Esetleg... Pityúval nem fogok megtenyészteni.
Early mail. Vagy Friday, bocsánat. Friday. Ah. Legyen Vénuszom. Nézzük meg, de előtte mozaikot kedvencek közé tesszük. És így használjuk, mert egy biztos, hogy nem vész el. Úgyhogy, ja. Gyerünk, mozaik. Valami szépet. Valami jót. Hát ez nem jó, és nem is szép. Aj. Pedig amúgy nem is lenne olyan vészes. Sexy. Attól függ. Attól függ. Hát ez nem attól függ. Bocsánat. Na, nézzük a követ. Gyerünk. Gyerünk. Valami jót. Valami ehhez hasonló. Cilajpati. És 176. Nézzük meg milyen. És elnevezzük. Fedórának. Aj. Pedig. Még meg is tartanám amúgy, mert... Pedig... Nem, sajnos... No, nézzük meg! De nem. Nem. Nem tudom. Nézzük, mi az utolsója. Mozaiknak. Hogy már lehet, hogy többet, na mindegy, bónuszkör, nem tudom, nem számolt, nem figyeltem. Nézzük meg, hogy az utolsó csikóz neki. Semmi. Ja. És 140 répa. Hát, mivel még sok ember van hátra, így muszáj leszek, pedig amúgy nem lenne rossz. Hogyha a sörényetős is lett volna, akkor azt mondom, hogy simán. Úgyhogy jöjjön a következő. Nos, a következő emberünk Camilla, sok szám. Ezt most nem tudom, hogy most az így, ezt nem fogom. És a lova egy éjfekete, paci, kontrollos és extazi a neve. Mindjárt meg is keressük, hogyha nem akadna ez a szar. De most már nagyon kikészi. Hopp, anyád. Mennyit tökertem el? Itt van. És be is addoljuk. Na, gyerünk. És nyilvánvalóan ha beszölt végre, akkor Vivernel Strike-on. Hogy lehet? Plusz 8-as a... Ja, jó. Na, az én mondom. De akkor mivel nem fogok tenyészteni. Nézzük, hogy... Mit alkotnak itt ketten. Mert elvileg a szürke sörényt, hogyha fekete vagy fehérrel csinálod, akkor nagyobb esélyen lesz. Fekete vagy fehér, és nem szürke, ugye a sörénye. Nem eredetileg. Persze, hogyha nem szeretik csikó, akkor... Én nem tudom, mi baj van ennek, de kezd fejlegesíteni. Na, 2006 répa. Ez már jó. Na, nézzük kövire. Gyerünk. Hajra. Gyerünk. És hát ez... What? Hát nézzük, igazából legyen a neved, Samson.
Samson. Ha, úristen. Hát, ez biztos, hogy nem maradt itt. Már négy haragudjál. És az utcsó. Nézzük. Egy feketét, légy szíves, azért örülnék neki, hogyha adnál, mert pont feketéket néztettem a múltkor is. Gyerünk. És... Pagyás. Egyszerű. Remélem újra kell indítani a játékot. Nem, akkor legyen a bal oldal. És 2700 répa, na egyszerű. Köszönjük szépen, Ecstasy. Mégis majdnem jó volt. Amúgy miért sok ilyen szület? Az először is izé volt. Nagyon színű volt. Na mindegy. Menjünk a következő emberre. Nos, a következő emberünk az már biztos tudja, már felismeri a lovát, ha megnézi a videót. Lady Francis Kirby nevű paciával, nem tudom, hogy jól ejtem meg ki, hanem akkor bocsánat. Hát akkor is bocsánat. Ugye, aj, nem raktam be. De mindegy. Most már így marad. Kirby-t tenyészük. Tudom mivel. Isten. Legyen zsinett. Zsinett általában jó lovakat szokott adni. Úgyhogy nézzük. Hogy nem mondott, hogy újra ki kell keresnem a... Aj, már annyira utálom ezt. Miért nem lehet lóvnévre rákeresni? Itt van, most. Na még. Na nézzük, Kirby. Gyerünk. Mi baja van most a játéknak? Na? Hát, nem hiszem. Rákapítok, de nem hajlandó elfogadni. Mi? Hogyan? Nem is rossz. Nézzük meg milyen. Legyen a neved. Lássa. Hogyha leírnád. Na nézzük akkor. Hát Sasha, hát sajnos Sasha, hát sajnálom Sasha, de visz lett Sasha. Nem baj, nézzük meg kövire. Nézzük, milyen lesz a paci. Gyerünk Zsinett, gyerünk Kirby. Szorítok nektek. Szürke, szürke, ez nem jó. És még kicsi szintű is lesz. Fogadjunk, hogy... tudtam. Hát ez nem jó, Tempest. Ez eddig not good. Hát ez eddig not good. Kirby, szedd össze magad. Nincs is annyira levéve még a szívecskét. És még a nyilacskád is zöld. Gyerünk. Cica, légy szíves, lénye vagyok, köszönöm. Szóval. Gyerünk, Kirby. Miért? De mondjuk aranykártya mindig a jobb oldalit. Kirby, lehet, hogy nem adtál csikót, de kaptam tőled 50 gemet. Úgyhogy köszönöm szépen. Na nézzük a következőt. Itt is van a következő emberünk, megint Lily SSO, azt hiszem, hogy ő már volt egyszer. De nem baj, lehet több lulat is feltenni, ez nem volt megkötve. Most a Mandula nevű Perlino lovát kaptuk ki. És... Szerintem... Nézzük Santiago-val. Így elfejtettem még itt adni a kedvencek közé. Aj! Keresültem újra vissza! Ott van! Egy... Na. Nézzük is akkor. Gyerünk.
Kérünk valami jót, adj, léci. Valami szépet. Ó, léci, Santiago. Mondjuk szürke a sörénye, aminek én nem örülök. Az hang, hát, a fejhalt, ez van. Bizsú. Ez nem is rossz nő. Hogy nézek ki? Ó, pedig tök aranyosan néznek. És pont az én van emblémában rajtad. Ah, kár érted, pocika. Kár érted. Nézzük megint. Gyerünk, mandula! Amúgy nem szeretem a mandulát, de úgy, mint maga a mandula szó. Nagyon szép szerintem. Legyen a közösső. Vissza is kaptam az összes ízét, amit eddig elhasználtam. Köszike. Nézzük az utolsót. Gyerünk. Gyerünk. Ügyesek vagytok. Hozom a gyertyafényt és a... romantikus zenét. Na, most legyen a jobb. 1000 év és plusz egy gyógyszerka. Na jó van akkor. Sajnálom a mandula. Menjünk a következőre. Itt is vannak a kövi Pacco Galaxy gazdája Ashley HCH. És gyorsan beadoljuk. Őt viszont a 3B-val mondjuk egész jó speedje ahhoz képest. És hogy megnézzük, hogy 3B-val valamit tudnak alkotni ketten. Wow, na hajrá! Kíváncsi leszek amúgy, hogy ebből nem fog kisülni. Egész szép pár vagytok ketten. Hát ez nem jó. Viszont 2800 répa! És még breeding! Bocsát, hogy ilyen pregnancy chance is van, nem breeding chance. De igazából ugyanez a kettő, mert hogyha breeding az sikerül, akkor lesz csikó és az van messég, úgyhogy végül is majdnem ugyanaz. És hó. Hát ez nem az a szín. Na nézzük. Ó, Eagle-Eye. 8-as. Hát igen, megnézzünk, hogy milyen vagy. Legyen a neved. Pók. Ha már Eagle-Eye potenciálja. És a francba. Hát ez nem jó. Pedig. Francba. Aj. Na gyerünk, léci. Léci, 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 még egy ugyanilyen, csak szebb sörénnyel. Kérlek, kérlek. Gyerünk, galaxi, hajrá, harambe. Hát nem. hát a fehér sörény ez megmaradt. És nem is lett olyan rossz izé. Viszont ez csak naturálba topáz. Hoppá, nem ezt akartam megnyitni. Ne nyisd meg! No! Nézzük. Ah, hát ez elszomorít. Ez nagyon elszomorít. Sajnálom, Galaxy. A 8. emberünk szerelvi lova, zuba, egy almás szürke, akit én... zuba neked... Aj, te! Ah, miért nem teszem be őket? Szóval... Itt is van zuba, és szerintem... Tenyésszük. Friday-en. Ja igen. Nem baj. Akkor tenyésszük Last Wish. Mert akkor így, mivel 9-es Last Wish, és Zuba pedig ugye 8-as, így nagyobb lesz az esélye annak, hogy lesz kis csikó. Hogyha nem fajna be a játék természetesen. Na gyerünk. Gyerünk.
és 120 répa. Király. Na nézzük akkor, esetleg még strike-a fogom most. Miért nem akarsz ilyenkor működni? Én ezt nem tudom feldolgozni. Ki kell jelölnem újra, és így kell elmennem, mert igen, be tudnám tenni kedvencekbe, de túl logikátlan lenne. De. És hát ez bizony. Igaz is. Neki is igaza. Hát is, hát is, úgyhogy biztos, hogy nem fogom megtartani. Do. Nut. Köszönöm. Ó. Én vagyok az ördög. Hát ez biztos ilyen kinézettel. Na jó. Nézzük. Pregnancy chance is van. Gyerünk Zuba. Na, Zuba. Gyerünk. 10%. Úgy is venni fog, és úgy is össze fog jönni valószínűleg, de azt nem tudom, hogy jó csikó-e vagy nem. A reklám után megtudjuk. Oh, wow! És persze, amikor ilyen lovat akartam, akkor hol volt? Hm? Akkor nem tudsz ilyen lovat adni. Hm? Nézzük meg instantban. És... Na. Instanudli. Nudli. Kész. Nézzük, hogy néz ki. Jaj. Viszlát. Úristen. Szerintem már 3 meg volt. Ha nem volt, bocsánat. Még 22 perc múlva lejön. Meg volt olyan a 3? Szerintem, ha nem, akár tudja is, hogy 2-3-szor, úgyhogy 2 biztos meg volt. Jött a következő! Na, és itt is vagyunk, megint egy almászűr. 2 kaptunk! Burger, lovát! BH Angel, itt is van valahol, itt már beraktam ide, így van. Hogy ezt miért annulra raktad, ezt nem értem. Lehet, hogy az idő miért. Nem tudom, fogalmam nincs, az a lényeg, hogy megvan. És mivel neked 96-os izé-mizékét, ezért Santigóval fogok tenyészteni. Jó, szép, nagy a izéd. Kontrollja a pacinak, és amúgy is akartam egy ilyen lovat, úgyhogy örülnék neki, hogyha nem fagyna be a játék, és nem kéne rá egy órát várni, hogy megszeresse az a nyomorú Csikó. Végül is, ha nem szeretik Csikó, nem kell rá várni. Gyerünk már! Vajon melyiket fog érzékelni? Középsőt. Nem is olyan rossz, hogy a középsőt értéket. Na gyerünk! Gyerünk Angel! Csináld a dolgodat! Santigó, hál' is nézek, de így, neked is kell. Ne gyerünk, sziki-szi, pusz-pusz. Ajjajajajaj, és legyen a bal. 120 répa. Hát ezzel aztán... Jó jártam. Gyerünk. Utolsó, ez az utolsó esélyetek. Legyetek ügyesek. Valami szépet, valami jót. És nem az a szín, amit akartam, de igazából ezzel a sörnyen nem is néz ki rossz. És a statja sem. Jó. Maradjon naturálba, legyen. Narkó a neved. Hát, nem vagy szép. De nem tudom én. Hát ez így jó. Na, de mennyi van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plusz az a 2, akit nem ízét tartottam meg, amit nem értek, hogy miért, mert könnyebben tudtam volna számon tartani, hogy mennyinél tartok.
Szóval 90, még egy ember, az utolsó embert megkeressük, hogy ki is lesz az, azt még nem tudom, majd a reklám után megtudjuk. Nem értem, miért mondom azt, hogy reklám után, úgyse fogok reklámokat rakni vele, úgyse teljesen mindegy. De mindegy. Nos, és akkor meg is érkezett a tizedik, az utolsó, a végleges ló! Dementor! Ajjajjajjajj! Aki kontrollos paci, és Luciana is karakterre rakta föl nekünk, hogy tízesítse továbbiakban a... Betűnnyel! 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 No, miért nem raktam be azonnal, miért... Ajjajj! Hol vagy? Gyerünk! Ajjajjajj! Van! Gyorsan nem tudjuk, hogy igaz, hogy csak más verszió van, de nem baj! Mondtam, hogy te néztek velük! És egyiket... 800 összesen, nem jó! De mindegy! Tenyésztjünk akkor Ivernel! Ivernel! Leszarom, Pifernek mondom, ő pedig egy dementor, úgyhogy biztos szeretik egymást. Na! Aj, igen, igen, ez így nem lesz jó. Vajon melyik lesz? De vajon melyiket fog kiérzékelni? Ah, ez nem is rossz. Gyerünk! Gyerünk, dementor! Sikerülni fog! Mandula már le is járt! Gyerünk! Na, gyerünk! És... Jaj, Istenem! Jó, akkor megint ezt csinálom. 120. Répácska. Úristen, egy szívvel! Egy szívvel vajon menni fog-e? Na? És... nem. Vagyom most a baloldali. 800 répa. De mivel annyira érdekel, és mivel te vagy az utolsó, így sztrájkkal megpróbálom, hát ha... Két grade 8-os. Igen, szeretném. Hát ha szerencse meg kell jelmez. Alad a kérdő, oda még néztek ki szinte. Tök sztrájk farb egy kicsikét dúsabb. És úristen! Ráadásul fehér sörénnyel! Úristen! Mi ez? 169-es, 7-es. Egy plusz 82. Tizet tudok rá, 91-es. Nézzük instantba. Te leszel Julio. Mexikói gazfickó. Ez nem is lett rossz, egyáltalán, sőt! Tök jó! Why I am so cold? Brrr. Tök jó! Na, ez az utolsó, megérte! Tudorönc! És akkor... Itt is van, már mondjuk narkóval nem tudom, mit csináljak. Narkóval eddig legyen. Hát, sajnálom, free, legyél szabad, vágtas, szabadon szárnyalj. Kész is van. Szóval két faszapacink lett végül is. Lett egy pityunk. Akinek a nevével még mindig nem vagyok jóban. És lett egy húliunk, aki egész szépen néz ki. És grade 9, sajnálom csak. Vagy mi? Grade? Hát, na. Van a lineage-e. Ja. 8-as. Egész jó. Tök jó. Ha. Szóval úgy néz ki, hogy ez így lett, ez lett volna ez a rész. Köszönöm szépen mindenkinek, aki felrakta a pacient, csak azért, hogy én tenyésztek vele, nagyon aranyosak és kedvesek vagytok, és azt kifejezetten kiemelném, hogy szem... de hogy mondjam el, szóval
figyelembe vettétek azt, hogy mondtam, hogy úgy normális áron tegyétek fel a lovakat, nagyon sokan 10 000-re adtátok, ami nem muszáj 10 000-ért, nem azt mondom, nyugodtan tettétek 15-ért vagy 20-ért, ahogy érzitek, csak azt mondom, tettél 80-as kontrollos vagy sebességű lovat, ne nagyon tegyétek 40 000-ért, mert ugye ez nem éri meg. Tehát úgy tegyétek fel a lovatokat, ahogy ti is szívesen tenyésztenétek azért az árért. Tehát nyugodtan tegyétek többért, azért az én van pénze az embernek, úgyhogy ja, ez nem is lett olyan rossz a tenyésztés az átlaghoz képest, ugye mondom, itt van az hol van, itt van Julio is, igazából Pityu sem olyan csúnya azért, úgyhogy ja, egész jól sikerült. Úgyhogy így látom, hogy min kell változtatni, hogy nektek is és nekem is könnyebb legyen. Meg fogok adni majd innentől kezdve egy időpontot, hogy mikortól tehetitek, vagy tegyétek fel a lovakat, hogy ne tűnjenek el, mert nagyon sok volt, amit nem találtam meg, és nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy rosszul kerestem rá, vagy lehet, hogy már lejárt, de most is itt a mandula is már éppen lejáróban volt. Sőt, az le is járt, hanem egy másik paci volt már lejáróban, 20 perc volt még neki. Ezen kell majd akkor dolgozni, plusz szerintem, hogyha legközelebb csinálok ilyen űrlapot, akkor azt már normálisabban fogom, tehát könnyebben ki tudjátok tölteni, ki tudjátok választani, mert most is lemaradt egy csomó minden dolog. És az végülis nekem is könnyedség, hogyha tudom, hogy milyen sörény és milyen farok típus kell. És a színeket is valahogy szerintem képekkel fogom megoldani, hogy tényleg gyorsan és könnyedén menjen minden nektek is, nekem is, és mindenki boldog legyen. Szóval, de csak ma legyen nyugton. Köszi. Szóval, köszönöm, hogy megnézted ezt a részt, ha tetszett, lájkold, ha nem iratkoztál fel, még azt is megteheted, és találkozunk majd ennek remélhetőleg a folytatásában. Sziasztok!